Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Csárosi Péter vagyok, a Drog Reporter oldalnak a szerkesztője, és ennek a rendezvénynek az ötletgazdája és szervezője. Mindenkit üdvözlök, nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban megjelentetek. Amikor így kitaláltuk ezt a rendezvénysorozatot, akkor nem gondoltuk, hogy ekkora nagy érdeklődés lesz, úgyhogy igazából egy három különböző termet béreltünk, ahogy így egyre többen regisztráltak, és ez most már tényleg a legnagyobb volt, amit találtunk. Ez a Drog Reporter Szabad Egyetemet azért hoztuk létre, mert valamilyen, egy kicsit más módon akartunk beszélni drogokról, mint ahogy így általában a médiában, általában az iskolákban, az egyetemeken erről a témáról szó van. A célunk ugyanis nem az, hogy elrettentsünk bárkit is a drogok fogyasztásától, nem is az, hogy buzdítsunk drogok fogyasztására. Egyszerűen szeretnénk tárgyilagos ismereteket átadni ebben a témában. Szeretnénk, hogyha az emberek, akik fogyasztanak, vagy akiknek a szerettei fogyasztanak, azok megismerjék azt, hogy mik a kockázatai a fogyasztásnak, hogy az egyes szereknek mi a használatának, milyen története van, milyen kulturális kontextusba ágyazódik be, hogy azok, akik például egy agyagot mondjuk valamilyen parti környezetben használnak, azok megismerjék azt, hogy egyébként gyógyszerként is használt ez a szer. És az első anyag, amivel ma este foglalkozni fogunk, az az MDMA, vagy ismertebb utcai nevén a Ecstasy nevű anyag. Három előadást fogtok ma hallani, és két nagyon kitűnő előadótársam lesz ma este. Az egyik az Szigeti Balázs, doktor, aki az Imperial College-nak a kutatója, és egyébként most a pszichedelikus drogokkal kapcsolatos idegkutatásnak az egyik feltörekvő új csillag, a magyar kutató egyébként, és Skóciában végzett, és New Yorkban is egy ideig kutatott, és egyébként az ő nevéhez fűződik az első placebo kontrollált LSD mikrodózis kutatásnak a folytatása, de erről majd egy következő részében lesz szó a Drog Reporter Szabad Egyetemnek, ugyanis a következőre egyébként azt tervezzük, hogy a LSD-vel is fogunk foglalkozni. És hát a másik előadótársam az Móró Levente, akinek az egyik tudatkutató, aki a Turku Egyetemen végzett, és ő a dát.hu oldalnak az egyik szerkesztője, nem is alapítója, de az egyik őstagja, és a DAT 2 parti szerviznek szintén az alapítója, tehát ő elég jól ért a parti szerviz ártalomcsökkentés témához, és így is struktúráltuk ezt a ma estét. Én fogok beszélni az MDMA-nak a kultúrtörténetéről, aztán Bazsi fog beszélni arról, hogy az MDMA-nak milyen hatásai vannak az agy működésére, mennyire káros, mennyire károsítja az idegrendszert, és végül, de nem utolsó sorban, Levente fog arról beszélni, hogy milyen ártalomcsökkentő tippeket, információkat kell tudnia egy tudatos drogfogyasztónak. Na szóval a mai napunknak a főszereplője az ugye az MDMA, így néz ki a metilén-dioxid, metamfetamin névre hallgató molekula. Igazából a ma este nem a szerves kémiáról fog szólni, tehát ne ijedjetek meg a molekulát, azt csak azért mutatom be, hogy lássuk, hogy miről is beszélünk. Ez gyakorlatilag, hogyha kémiailag akarjuk be, ha meghatározni, akkor a fenetilaminok és amfetamin származékoknak a csoportjába tartozik ez a szer. Egyébként elég hasonló a kémiailag a szerkezete a metamfetamin szerkezetéhez, és hát amit a hatásairól, mert igazából ami ma érdekel minket elsősorban az, hogy az emberi szervezetre, az emberi viselkedésre milyen hatást gyakorol ez az anyag. Arról azt kell tudni, hogy ugye általában ezek a típusú pszichoaktív szerek, ezek az agyra úgy fejtik ki hatásukat, hogy befolyásolják bizonyos agyi üzenetátvő anyagoknak, akár úgy is lehet mondani, hogy örömhormonoknak a kiválasztását, illetve blokkolják ezeknek a sejtek általi raktározását,
és egy kis ábrát mutatok nektek arról, nem fogom végigvenni, hogy hogyan is működik, vagy hogyan is hat az agyra és az idegsejtekre az MDMA, de a lényeg, amit érdemes tudni, hogy elsősorban két ilyen neurotranszmitternek, üzenetátvívőnek a kiválasztására van hatással az MDMA, az egyik a szerotonin, a másik pedig a dopamin. És hát ahogy az MDMA kifejti az agyra hatásait, az úgy történik, hogy az MDMA az egy olyan molekula, ami viszonylag hasonló, mint az alakja és a mérete, és viszonylag hasonló, mint a szerotoniné. Ugye a szerotoninról már biztos sokan hallottatok, ezt sokan nevezik örömhormonnak is. És hát ezáltal az MDMA az egy ilyen kis huncut molekula, szerotoninnak átszázza magát, és bejut az idegsejtekbe, behatol az idegsejtekbe. És ott gyakorlatilag két dolgot csinál az idegsejtben. Az egyik az, hogy blokkolja a szerotoninnak az elraktározását, ezáltal egyre több szerotonin fog felhalmozódni az idegsejtnek a plazmájában. Másrésztről pedig azt csinálja, hogy stimulálja azt, hogy az idegsejt az ideg végződésen, amit ugye a szinapszisnak nevezünk, ott minél több szerotonint eresszen ki magából, ezáltal ugye egyre több szerotonin fog a szinaptikus résbe kerülni, és ez pedig arra készteti az idegsejteket, hogy folyamatosan kisüljenek, folyamatos üzeneteket küldjenek az embernek, az agynak, hogy hát öröm van, örülni kell gyakorlatilag. Gyakorlatilag nagy ilyen dióhéjban ez az MDMA-nak a hatásmechanizmus a szerotonin rendszerre, és hát hat egyébként egy másik hasonló anyagra, a dopaminnak a kiválasztására kevésbé, mint például a metamfetamin, de azt is befolyásolja. És akkor kezdjük azzal, hogy hogyan is került az emberiség kapcsolatba ezzel a pszichoaktív szerrel. Sok egyéb ilyen természetes droggal ellentétben az MDMA-nak a története az viszonylag rövid. A 20. század elején a Merck nevű gyógyszercégnek az egyik kutatója, akit úgy hívnak, hogy Anton Köhl is, úgy hívtak, mert meghalt, a Darmstadt-i gyógyszergyárban fejlesztett ki egy vérzéscsillapító gyógyszert, és igazából véletlenül ennek az ilyen melléktermékeként jött létre először az MDMA, amit a kor szokásának megfelelően levédettek, tehát egy szabadalmat adtak ki rá, de igazából ekkor még nem voltak tisztában ennek az anyagnak a pszichoaktív tulajdonságaiból, ez csak egy ilyen melléktermékként jött létre, és nagyon sokáig, ha bár már előállították, szintetizálták ezt az anyagot, de nagyon sokáig az emberiség nem tudta, hogy mire is jó, mire is való, milyen a hatásmechanizmusa ennek a szernek. Az 50-es években aztán újra felbukkan az MDMA. Bizonyára többen hallottak arról, hogy az amerikai hadsereg különféle tudatmódosító szereken az 50-es években kísérletezett. Ugye keresték az igazság szérumot, azt a szert, amivel optimálisan lehet kontrollálni az embereknek az agyát, az elméjét. Magyarul olyan szert kerestek, az igazság szérumot, amivel aztán például egy elfogott kémet ki lehet vallani, és akkor mindent be fog vallani, és egyébként lehet befolyásolni azt, hogy ő mit csináljon, és hogyan gondolkodjon, stb. Hát alapvetően egy ilyen nem túl pozitív szándéka volt a hadseregnek ezekkel a szerekkel, és hát a meszkalinnal kísérleteztek, ami nem annyira vált be erre a célra, és akkor utána elkezdtek a meszkalinhoz hasonló anyagokkal is kísérletezni, és ekkor merült fel az MDMA, amit szintén szintetizáltak, és hát kísérleteztek az MDMA-nak több ilyen unokatestvérével, hozzá hasonló kémiai szerkezetű anyaggal, és aztán volt egy tragédia New Yorkban, amikor az egyik alany, egyébként úgy folytatták ezeket a kísérleteket, hogy az alanyok nem tudták, hogy mit használnak, ez ugye ma már etikailag egy igencsak, hogy mondjam, rossz megközelítés volt, és hát az egyik alany meghalt túladagolásban, 10-szeres dózist kapott, és utána leállították ezeket a kísérleteket, és az MDMA-val gyakorlatilag már nem végeztek emberen való kísérleteket, arra viszont jó volt, hogy egyes pszichológusok felfedezzék azt, hogy ezek a szerek léteznek, őket nem az igazság szérum kifejlesztése érdekelte, hanem valami egészen más.
Az 50-es években, 60-as évek elején is a pszichológiát azt a pszichoanalízis uralta, annak ez a megközelítés uralta, és nagyon foglalkoztatta az a pszichológusokat, hogy hogyan lehet a tudattalan tartalmakat felszínre hozni, ugyanis ugye azzal akartak dolgozni. És hát Freudnak ugye van egy híres kijelentése, hogy az álom az a tudattalanhoz vezető királyi út. Az álomelemzés ezért kap olyan nagy szerepet a pszichoanalízisben. És amiért a pszichedelikus szerek ennyire érdekesek voltak a pszichológusok számára, az gyakorlatilag, hogy egy olyan szereket kerestek, amivel a tudattalan tartalmakhoz hozzá lehet jutni. Ugye az álom azért az mégiscsak olyan, hogy szertefoszlik, amikor felébredünk, lehet utána később visszaelemezni, stb., de amikor álmodunk, akkor nem tudjuk elmondani, hogy mit álmodunk. A pszichedelikus szerekről gondolták azt, hogy egy ilyen álomszerű, tudatos álmodásszerű állapotba kerülnek tőle az emberek, és ezáltal ezek a tudattalan tartalmakkal majd lehet dolgozni. Tehát ezért kezdte el érdekelni a pszichológusokat ezek a szerek. Ez egyik kutató szerint, ugye, hogyha Freud azt mondta, hogy az álom a királyi út, akkor a pszichedelikus szerek a tudattalanhoz vezető autópálya. És hát a 60-as évek elején volt ennek a pszichedelikus szerek kutatásának az első aranykora, amikor ugye bizonyára sokan hallottak például Timothy Leary-ről és az LSD kísérleteiről. Nem csak ő volt az, aki ebben az időben elkezdett foglalkozni kísérletekkel ezen a területen, hanem két ember, akinek a nevét érdemes megjegyezni az ecstasy-val, az MDMA-val kapcsolatban. Az egyik az Leo Zeff, a másik az pedig Claudio Naranjo, aki a chilei egyetemen volt, ott volt kutató és pszichoterapeuta, és hát ők is először az LSD-vel meg meszkalinnal kezdtek el foglalkozni, aztán ugye jött Timothy Leary, akiről egyébként Szigeti Bazsi írt egy nagyon jó cikket a Drug Reporteren, azt mindenkinek ajánlom, és ugye az ő tevékenysége miatt aztán előtérbe került a médiában is az LSD, betiltották az LSD-t 1964-ben, és akkor elkezdtek a pszichológusok új olyan szerek után nézni, amivel még tudnak kísérletezni, mert legális, és hát az egyik ilyen szer, ami felmerült, és elkezdtek vele kísérletezni, az a metilén-dioxi amfetamin, tehát az MDMA-nak szintén egy ilyen unokatestvére gyakorlatilag, az MDMA az nagyon hasonló anyag, ezzel kezdtek el kísérletezni. Naranjo, aki ugye chilei pszichológus, ő azt mondta, hogy míg az LSD meg a meszkalin az a fej drogja, az az elme drogja, és mondjuk az ayahuasca, amivel ő egyébként szintén kísérleteket folytatott, az a gyomornak a drogja, addig az ecstasy, az MDA, az a szív drogja, az egy érzelmi állapotváltozást fog a tudatállapotban előidézni, és ez gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy elfolytott érzelmi tartalmakkal tudjanak dolgozni pszichológusok. Az MDA egyébként hatásaiban az MDMA-nál jóval pszichedelikus, hallucinogénabb hatású szer, jóval intenzívebb hatásokkal jár, egyébként a toxicitása, tehát a mérgező hatása is nagyobb, mint az MDMA-nak, tehát egy picit közelebb áll mondjuk így az LSD gomba vonalhoz, mint az MDMA. És a hippi korszakban, ugye a 60-as években akkor elkezdett döbörögni a hippi korszak, ez kikerült az utcára, és San Franciscóban a hippik használták az MDA-t bulizásra gyakorlatilag, és hát emiatt aztán 1970-ben az MDA-t is betiltották a hatóságok, és hát nem tudom, ki tudja, ebben a teremben biztos mindenki találkozott már azzal a kifejezéssel, hogy designer drog. Mostanában elég sokat lehet olvasni a médiában erről Magyarországon is. Most azt viszont lehet, hogy kevesen tudják, hogy az MDMA volt az egyik első designer drog. Gyakorlatilag az MDMA betiltásakor terjedt el az utcán az MDMA, ugye, mint egy, ezt gyakorlatilag arra dizájnolták, hogy a betiltott MDMA-t helyettesítse az utcán, és igazából már a 70-es évek elején az MDMA, az már megjelent az fekete piaci forgalomban, van erre forrás, és hát a 70-es évek elején aztán
az MDMA-t is, a tudományosság is egyre inkább kezdte felfedezni, és az az ember, akit neveznek az MDMA újrafelfedezőjének, vagy keresztapjának is, ez az ember volt, Alexander Shulgin, aki egy ilyen legendás alakja a pszichedelikus drogok kutatásának, és ő gyakorlatilag egyik archetípusa ennek a pszichonauta kutató típusnak, akik ugye saját magukon kísérleteztek pszichoaktív szerekkel, és az élményeiket tudományos alapossággal le is rögzítették, és az élményeiket közzétették. A Shulgin 1976-ban szintetizálja először akkor két egyetemista az, aki egy tippet ad Shulginnak, hogy van ez az MDMA, ezzel érdemes lenne foglalkozni, jó lenne szintetizálni, mert ez egy elég érdekes szer. Shulgin egyébként már korábban is szintetizált az MDMA-t, de mivel túl alacsony dózisban használta magán, ezért nem volt semmilyen hatása, ekkor még nem ismeri fel, hogy ez milyen erős szer. És hát azt a 76-ban szintetizálja, kipróbálja és rájön arra, hogy az MDMA az valami, tényleg valami nagy dobás. Ő egyébként az MDMA-t először úgy írja le, hogy alacsony dózisban az MDMA az kicsit így az alkoholos szalonspicces állapothoz tudja leginkább hasonlítani, és ő saját maga alacsony kalóriájú Martinimnek nevezte az MDMA-t. És hát ekkor még azért ő se tudja, hogy egyébként a pszichoterápiában is ezt lehet használni, viszont elküldi Naranjónak Chilébe, aki ugye egy pszichológus, és ő az, aki igazából Claudio Naranjó, aki felfedezi ennek a szernek azt, hogy ez milyen jól lehet használni a pszichoterápiában. Alexandris és a Shulgin és a felesége Anna Shulgin egyébként ebbe a két könyvbe írták le azokat a szereket, amikkel ők foglalkoztak, a Tikál és a Pikál, ezek egyébként elérhetőek az interneten is. Érdemes, tehát ez nagyon sok szernek a működését írják le. Ugye a Pikál az a fenetilaminok, akiket szerettem, meg a Tikál az a triptaminok, amiket szerettem, és hát ezek a könyvek, ezek egy elég nagy mérföldkövek gyakorlatilag ebben a témában. Na most az MDMA a pszichoterápiában ekkor kezdik el a pszichológusok használni az MDMA-t. Az egyik ilyen ugye fő alkalmazója az MDMA-nak az Leo Zeff volt, aki Kaliforniában működött, és őt nevezték ilyen titkos főnöknek is, mert ő volt az MDMA ilyen föld alatti pszichológusok hálózatának a fő alakja. Ő azt mondja, azt a saját állítása szerint 4000 klienssel ebben az időben 4000 klienssel vett részt, 4000 kliens vett részt ilyen MDMA alapú pszichoterápián, és ő maga 150 pszichoterapeutát képezett ki arra, hogy hogyan használja az MDMA-t pszichoterápiában, és ekkor megalakult az első ilyen föld alatti hálózata a pszichológusoknak, akik az ecstasy MDMA-val foglalkoztak, és hát ezt nevezték Arupának, a pszichedelikus szerek felelősségteljes használatának az egyesülete, gyakorlatilag így lehet lefordítani. És hát volt egy ilyen, Dél-Kaliforniában van egy Ezalen intézet nevű intézmény, ahol nagyon sok ilyen MDMA kísérletet folytattak, ez egyébként ilyen környezetben van, úgyhogy ez nem egy rossz setting az MDMA alapú pszichoterápia számára, hogy úgy mondjam, ugye a pszichoterápiában, meg úgy általában a drogfogyasztásban a setting az mindig is egy nagyon fontos dolog volt. Na most miért hasznos a pszichológusoknak az MDMA? Mi az, azt gondolom sokan értik, hogy miért jó mondjuk bulizószernek az MDMA, de mit láttak benne a pszichológusok? Na most ugye az MDMA az olyan védekező mechanizmusokat épít le, blokkol le, amelyek a pszichoterápiás folyamatot nagyban nehezítik. Csökkenti ugye a félelmet, a szorongást, és növeli a bizalmat, növeli az empátiát, az együttérzést az emberekben, ezért is nevezik egyébként sokan empatogén szernek, vagy entaktogén szernek az MDMA-t. Anna Shulgin, aki szintén egyébként pszichológus, ő azt mondta, hogy egyébként egy jungiánus pszichológus, Jung követője volt, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag az MDMA, hogy csinál a pszichoterápián az, hogy az embereknek segít elfogadni az árnyékukat, ugye ez is egy ilyen jungi kifejezés, az árnyék, az emberi
léleknek a sötét oldala, a tudattalannak a sötét oldala, és ezzel segít az embereknek szembenézni. És hát gyakran alkalmazták ebben az időben az MDMA-t párterápiára például, tehát, illetve traumatizált emlékeknek a feldolgozásában. És ami ugye, amiben más mondjuk az MDMA terápia, mint mondjuk, hogyha egy pszichiáter fölír valakinek Xanaxot, vagy nem tudom, mindenféle gyógyszert, az az, hogy ugye ez nem úgy történik, hogy akkor van egy recept, és akkor kiváltja az ember a gyógyszertárba, hazamegy és beszedi, hanem itt gyakorlatilag egy-két olyan szeánsz van, amikor a terapeuta részvételével történik a gyógyszernek az adása. A terapeuta részt vesz ebben a szeánszban gyakorlatilag, és ők együtt dolgozzák fel az élményeket ott a drog hatása alatt. Tehát a pszichedelikus szereknél az élmény az maga a gyógyszer, tehát nem önmagában az a gyógyszer, hogy fölírják neked a tablettát, és te hazamész beszedet, hanem maga az élmény, ami egy irányított élmény gyakorlatilag. És hát igen, ez fontos megemlíteni, hogy az MDMA az nem önmagában gyógyszer. Ugye Bájer István, a gyógyszerész professzor mondta mindig, hogy a gyógyszer az nem csak a drog, hanem drog plusz információ. És itt is azért ez van, hogy az MDMA az nem önmagában, nem mint molekula gyógyít, hanem hogyha a pszichoterapia keretében alkalmazzák. Na most az egyik olyan terület, ahol az MDMA-nak a gyógyászati alkalmazása az különösen reménykeltő, kecsegtető, vagy nem tudom, hogy mondjam, volt, az a poszttraumatikus stressz szindróma, erről biztos sokan hallottatok már. Ez gyakorlatilag egy olyan betegség, ami hát ugye krónikus betegség, ami gyakorlatilag befolyásolja az embereknek az életminőségét, és nagyon pusztító hatással tud lenni az életminőségére az embereknek. Különféle feldolgozatlan traumatikus élmények állnak a hátterében, akár harctéri élmények, akár gyerekkori traumák, nemi erőszak, stb. És hát még mind a mai napig egyébként ez a PTSD, ennek vannak olyan változatai, amik nagyon nehezen kezelhetőek hagyományos módszerekkel, tehát egy nagy szükség van gyakorlatilag újfajta kezelési módszerekre. És hát a PTSD-nek az egyik jellemzője az az, hogy az agynak azokat a területeit befolyásolja, például a prefrontális kortexet és a hipokampuszt, ezek ugye az agynak a tanulásért, emlékezetért felelős területei, ezeket a PTSD-be szenvedő betegnél ezek alul működnek, és hát ugyanakkor az agynak a félelem központja, az amigdala, az pedig sokszor túlműködik, hiperaktívvá válik. Az ember a félelme miatt nem tud szembenézni a múltjával gyakorlatilag, és ugye az MDMA az pont ennek az ellentétes hatását fejti ki az agyra, tehát az amigdalát blokkolja, gátolja, az félelem központot, és segíti azokat a részeit az agynak, aktivizálja azokat a részeit az agynak, amik az emlékezettel és a memóriával, bocsánat, a tanulással kapcsolatosak. Ezért aztán ugye ez volt az egyik legígéretesebb területe az MDMA terápiának, a PTSD-vel való foglalkozás ebben az időben, még 60-as években, ugye a vietnámi háború kapcsán több vietnámi háborús veteránt kezeltek sikeresen MDMA-val. Na most hogyan használták a pszichoterápiában az MDMA-t? Eléggé másfajta settingben, mint ahogy a teremben ülhető, esetleg ülő MDMA-fogyasztók ezt megszokhatták. Tehát nem éppen egy ilyen party settingben, mondjuk így nézett ki egy ilyen tipikus MDMA szeánsz, pszichoterápia szeánsz. Ugye ezek a pszichoterapeuták előtte LSD-vel, meszkalinnal, stb. Foglalkoztak, és hát itt dolgozták ki ezeket a pszichedelikus élményeknek ezeket a módszereit, hogy egy ilyen szemfedő mikrofonnal vagy fülessel a fületben zene, és feküdni kell, és csak befelé kell koncentrálni. És hát ezt a módszerrel kezdték el ugye az MDMA pszichoterápiát is alkalmazni. Nem szabadott volt a klienseknek fölállni, feküdni kellett. Aztán a Zeffék ugye megjegyzik azért, hogy hát az embereknek azért gyakran támad kedve felkelni, meg megölelgetni egymást, és utána azért visszafektettik őket, szóval ezek az ölelgetések, ezeket már akkor is ugye rájöttek, és hát a másik pszichoterapeuta, Naranjo, aki ugye Chilében folytatott ilyen terápiát, ő volt az, aki azt mondta, hogy
figyeljetek, ez tök baromság, hogy most így lefektetjük őket, és ott kell feküdniük egy helyben, mert az MDM az nem erről szól. Az MDM az arról szól, hogy az én és a te viszonynak a felfedezése gyakorlatilag. Martin Bubernek van egy, ez a híres könyve, hogy Én és Te, azt ajánlom mindenkinek, olvassa. Ez tényleg az MDMA gyakorlatilag legmagasabb szinten, én is azt gondolom, hogy ez az interpersonális kapcsolatoknak a mélyebb megéléséről szól. És hát igazából a beszélgetés az, amin keresztül a terápia tud hatni. Ugye az MDMA, hogy vizuális halucinációk, az nem annyira erős. Ami viszont felmerült problémaként már az elején a dolgoknak az, hogy ugye az MDMA gyakran megnyitja a, hogy mondjam, olyan csatornákat is, amiket utána ki tudnak használni, akár mondjuk etikátlan terapeuták, és voltak is olyan esetek, amik szexuális abúzus esetek, amikor visszaélt a terapeuta a kliensével, és hát ezért aztán már az elején bevezették azt, hogy két terapeuta foglalkozik csak a kliensekkel, egyébként a terápia szex sessionökön még ha akartak se, akkor se engedték szexelni az embereket, ami ugye gyakran azért előfordult, hogy kedvük támad rá. És hát ugye aztán a 80-as években, eddig ugye csak MDMA-ról beszéltünk, mert az MDMA volt ismert, 80-as években lépett színre az a drog, amit ma úgy nevezünk, hogy ecstasy, utcai drog. Ez az ember volt az, aki felelős nagy részt azért, hogy aztán kirobbant az ecstasy az utcára. Úgy hívják, hogy Michael Clegg, ő egy papnak tanult egyébként, a szemináriumról. Már ugye az egész végén kiugrott a szemináriumra, és hát a 80-as évek elején egyszer csak valaki a szájába adott egy MDMA valamit, én nem tudom, hogy pontosan milyen formában akkor, és hát valószínűleg akkor is már tabletta volt, és akkor ugye azt mondta, hogy ez az élmény olyan volt neki, mintha Mózest hallotta volna a hegyen, és hát az új vallása az gyakorlatilag az MDMA lett, amit ő nevezett el extazinak, tehát itt a 80-as évek elején ő nevezte el először extazinak az MDMA-t, és ő ilyen elképesztő nagy üzembe elkezdte gyártani Dallasban, Texasban az ecstasy-t, akkor ez teljesen legális volt. És így ő egy küldetésének tekintette, hogy ezt minél több embernek, és ez tényleg így. És igazából nagyon megszedte magát, de nem ez volt a fő célja. Ő tényleg egy ilyen küldetés, egy ilyen profétai küldetésének érezte ezt. És akkor a dallasi klubokban ekkor elkezdődött. Ő főleg ilyen lakáson, tehát ilyen házi bulik, meg ilyenekre alkalmazta, de aztán az emberek rájöttek, hogy hoppá, ez tök jó táncolni is, és akkor így a diszkóláz, meg nem tudom mi volt akkoriban, ugye, és akkor az a Stark Club volt ott Dallasban az egyik ilyen legmenőbb klub, ahol az ecstasy elkezdett durván terjedni, és hát ez ugye azt jelentette, hogy a hatóságoknak a látókörébe is bekerült az MDMA, ezt próbálták mindenáron elkerülni az ilyen kutatók, mint mondjuk Shulgin vagy Naranjo, nem akarták, hogy az LSD sorsára jusson, de hát törvényszerűleg ez nem sikerült ezt így kontroll alatt tartani. És akkor a DEA, ugye a kábítószeres ellenes ügynökség Amerikában lecsapott erre a szerre, látták, hogy úristen, ez legális, ezt azonnal be kell tiltani, és hát gyakorlatilag 1985-ben szövetségi szinten betiltották az MDMA-t, és hát a kormány ekkor ugye éppen Reagan kormány volt, Nancy Reagannek ekkor kezdődött az a kampánya, hogy just say no, csak mondj nemet a drogokra, és hát különféle kutatásokkal próbálták meg alátámasztani ezt, hogy például az ecstasy az roncsolja az agyat, akár mert egy tablettától szétroncsolódik az agyad, és ilyen plakátokat elkezdtek terjeszteni, ami azt mutatta, hogy az ecstasy hatására ilyen lyukak lesznek az agyadban. Erről majd a Balázs fog egy kicsit majd beszélni, hogy az agyra egyébként milyenek a hatásai, tehát ezt most ebben nem megyek bele, de hogy minden esetre elkezdődött egy ilyen nagy propaganda az ecstasy ellen. És ugyanakkor ennek azért a hatása ugye korlátozott volt, akkor már kialakul az MDMA-nak a illegális terjesztése, és átterjed Európába is az ecstasy láz, és ugye pont ekkor van a 80-as évek végén, amikor elkezdődik a rave hullám. És ugye az első Summer of Love, szerelem nyara, az ugye 1968-ban volt, és ekkor 88-89, mondják, hogy akkor jött el a második szerelem nyara, Summer of Love, Angliában elsősorban, meg Ibizán, ekkor jött be gyakorlatilag az Acid House bulik, és ugye
ennek a hullámnak gyakorlatilag az egyik fő motorja az bizony az ecstasy volt. Bevallottan is egyébként a DJ-k, akik ebben az időben játszottak a klubokban, ők is elmondták, hogy az MDMA-nak milyen nagy szerepe volt ebben az egész rave hullámban, elektronikus tánczenei hullámban, és azóta is azt gondolom, hogy ez a szer ez majdnem minden más szernél jobban összekapcsolódott az elektronikus zenével. És hát ugye ez azért az ellenőrizetlen fekete piac az olyan ártalmakkal jár együtt, amik mások, mint a klinikai, erről pedig majd a Levente fog beszélni. És hát kialakult a globális ecstasy-nak a piaca, illegális fekete piaca. Az egyik ilyen szer, amiből előállítják az ecstasy-t, azt úgy hívják, hogy szafrololaj. Azt ugye régebben használták ilyen ízesítőszernek is. A szafrololajat az Dél-Kelet-Ázsiában állítják elő. És hát ott ugye egyébként ilyen erdőírtások és stb. Is elég környezetkárosító módon kerül sor ezen a szafrolnak az előállítására. És hát az ecstasy tabletteknek a nagy részét az pedig a holland laboratóriumok állítják mind a mai napig elő. És hát ugye az ecstasy piacnak voltak ilyen hullámhegyei, meg hullámvölgyei. Aki azóta benne van az éjszakában, azt talán emlékszik a 2008-as nagy szárazságra, amikor ugye az ecstasy gyakorlatilag így eltűnt az éjszakából, és bejött hirtelen a mefedron, a Kati és társai. És ugye ez pont azért volt, mert a hatóságok akkor egy több tonnás szafról szállítmányt lefoglaltak Dél-Kelet-Ázsiában, hirtelen hiányált be az ecstasy piacon, és ennek a hatására jöttek ugye aztán azok a designer drogok, a mefedron és társai, amik ugye átvették először a party drog szénában az MDMA helyét, viszont az ecstasy piac helyreállt szépen a pár éven belül, és hát most már ilyen más egyéb anyagokat, prekurzorokat, amiből előállítják a drogot, találtak, amiből elő lehet ezt állítani, és hát igazából 2010 után aztán itt szépen újra feljött az ecstasy, most pedig ugye, igen, ezek a laboratóriumok, és most ugye már azért azt el lehet mondani, hogy az elmúlt években pedig nem csak a fogyasztás, mint olyan, hogy terjed általában, hanem hogy az ecstasy tablettáknak a hatóanyag tartalma is igen ilyen jelentősen nő. Tehát mondjuk a 10 évvel ezelőtti tablettákhoz képest a mostani tablettákban gyakran 2 vagy akár 3-szoros MDMA mennyiség is található, amit persze aztán sokan ezt lehet, hogy nem érzik, mivel a toleranciájuk is egyenes arányban nőtt az elmúlt 10 évben, de ez tény, hogy mert hogy sokat lehet ugye olvasni, hogy a régi tablettek milyen jók voltak, na igen. És hogy viszont a tények meg azt mutatják, hogy nő az MDMA-nak a hatóanyagtartalma, vagy az ecstasy tablettek hatóanyagtartalma, az ára az viszont az nem nagyon változik. Ami ugye azt jelzi, hogy azért annyira nem sikeres a drogtilalom. És hát, ami szintén érdekes az elmúlt években, ezzel is lehetne órákat beszélni, de most nem lesz rá idő, de hogy egy pár dolgot, hogy most újra elkezdődött, újra berobbant a pszichoterápiás használattal kapcsolatos kutatásokban az MDMA. Van egy szervezet, az a multidisciplináris társaság, a pszichedelikumok kutatásáért, a MAPS. Aki szeretne erről többet olvasni, annak ajánlom, hogy a MAPS oldalára menjen föl. Ott rengeteg nagyon hasznos információ és anyag van arról, hogy milyen kísérletek zajlanak jelenleg az MDMA-val. Sokan azt mondják, hogy az MDMA az gyakorlatilag olyan lesz, mint hogy a lélek penicillinje, és hogy gyakorlatilag nem sokára egy olyan törzskönyv, ez egy gyógyszer lesz, ami teljesen felforgatja majd a pszichiátriát. Most ez lehet, hogy nem így lesz, nem tudom. Most minden esetre a MAPS folytat olyan klinikai vizsgálatokat, aminek az eredménye nagy valószínűséggel az lesz, hogy pár éven belül törzskönyv, ez egy gyógyszerré válik az USA-ban az MDMA, PTSD-re, tehát poszttraumatikus stressz-szindrómára. És hát ez azért valószínűleg Magyarországról is be fog előbb-utóbb majd gyűrűzni, mivel igen nagy a potenciálja az MDMA gyógyászatnak. Azt azért ugye tudni kell, hogy azért a gyógyszercégeknek ez nem akkora nagy biznisz, mint mondjuk olyan szereket adni, amiket ugye rendszeresen szed az ember. Tehát itt ugye azért alapvetően egy ilyen korlátozott piacról van szó, de azért így is sikerül törzskönyvezni az MDMA-t.
Egy másik ilyen új jelentés, amit szerettem volna megemlíteni, hogy most már vannak olyan hangok vagy jelentések is, ami szerint az MDMA-nak a rekreációs fogyasztását is inkább legálisan kellene szabályozni. Ez a Beckley Foundation nevű angol szervezetnek a jelentését tudom ajánlani, ez a Roadmaps to Regulation, aki ért angolul. Ez egy elég érdekes tervet vázol fel arra, hogy ő szerintük hogyan kéne foglalkozni ezzel az egész szerrel, ahelyett, hogy így folyamatosan próbálnánk a szőnyeg alá söpörni. Szóval nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, most így eljutottunk a napjainkhoz, és akkor én átadnám a szót Szigeti Bazsinak, Balázsnak, aki most arról fog beszélni nektek, hogy az ecstasynak milyen agykárosító hatásai vannak. Köszönöm szépen!